A résztvevőket Varga Andrea, a kormányhivatal főigazgatója, és Kocsis Gyula, az Zala vármegyei szövetség elnöke köszöntötte. Vitaindítójában a szervezetek létjogosultságáról beszélt. Mint fogalmazott, az érdekvédő tanács munkájára egyre nagyobb szükség van. Erre szeretnénk rávilágítani, ezeknél az önkormányzatoknál, illetőleg a másik pedig az, hogy most voltak az önkormányzati választások. Októberben indulnak az új képviselőtestületek, és sok településen, városban más a polgármester. Ezek a polgármesterek egyébként hivatalból az idősügyi tanácsok vezetői is. Ezért úgy gondoltuk, hogy mindjárt induláskor adunk neki egy muníciót. A Zalai Vármegye székhelyen az idősügyi szervezetek, a nyugdíjas klubok, valamint a civilek együttműködése példaértékű. Ez a közös munka, ez jellemezte az elmúlt időszakot is, és hát abban bízunk, hogy ez az egymásra való odafigyelés a jövőben is meg lesz. És a mai tanácskozásnak pedig egy fontos célja az is, hogy értékeljük az elmúlt időszakot, de természetesen beszéljünk a jövőről is, és azokat a városokat, ahol esetleg ez idáig nem működött idősügyi tanács, nem rendelkeztek idősügyi koncepcióval, az a Zalaegerszeg jó példaként szolgálhasson. A konzultáció arra is lehetőséget adott, hogy megvitassák a következő időszak terveit, azaz a jövőben mit tehetnek még az idősekért. A települési önkormányzatoknak megvan a lehetősége arra, hogy úgymond egy fórumba szervezze az idősekkel foglalkozó szervezetek vezetőit, résztvevőit, így nyugdíjas klubok, a szociális ellátásban közreműködő intézmények, vagy akár az egészségügyi intézmények tagjai, vezetői lehetnek részesei egy ilyen munkának. Én úgy gondolom, hogy minden polgármesternek nagy kincs és érték az, hogyha első kézből kap információt egy-egy generáció problémáiról, igényeiről. Pálcsonyi Imre szerint a szervezetek egyik fontos feladata, hogy átadják az információt, valamint közvetítsék az idős emberek igényeit. A helyi döntéshozókhoz eljuttatott javaslataikkal ahhoz nyújthatnak segítséget, hogy megfeleljenek a kihívásoknak.